Csatornám támogatja a tapkiegnagyker.hu. Profizik lábedzés. Maradjatok fel! Üdvözlök mindenkit, Tari Ádám vagyok, és az előző alkalommal láthattátok a lábedzésemet, és a mostani videóban pedig szokás szerint elmagyarázom, hogy mi az Isten csináltam, hogy edzek lábot, milyen gyakorlatokat csináltam, hány ismétlés, hány széria, stb. Mikre figyelek, technika. Úgyhogy, nem is pofázni tovább, vágjunk is bele. Na most, én úgy szoktam kezdeni a lábedzésemet, hogy egy kicsit elmegyek futni, hogy bemelegítsem, hát igazából teljes testet, teljes lábot. Ez kb. Egy ilyen 5 perc futás, aztán pedig kezdem az első gyakorlattal, ami a guggolás. Na most a guggolás a fő gyakorlatom, azt tegyük hozzá még, hogy nekem a lábedzésnél van A edzés tervem és B edzés terv. Az A edzést, amit most csináltam, az A edzés tervén fókuszálok inkább a comb előső részére, combfeszítőre ugye, és a comb hátulsó részére, meg a fenékre a B edzés tervben, de azt majd egy másik videóban meg fogom nektek mutatni. Úgyhogy a mai menü főként a comb előső része lesz, úgyhogy kezdjük a lábedzésnek a, hát a fő gyakorlatával számomra. Az edzés tervben az a guggolás, méghozzá sima guggolás lesz. 60 kilóval csinálok egyszer 16-20 darabot, aztán pedig felmegyek egy ilyen 90 kilóra. 90 kilóval csinálok két szériát, mondjuk egy ilyen 10-12, aztán felmegyek 100 kilóra, kerek 100-asra, abból csinálok egy ilyen 2x12-t, és aztán pedig felmegyek egy ilyen 120-130 kilóra, attól függ, hogy milyen erőben vagyok, és a 120-130 kilóval csinálok egy ilyen, hát általában 2-3x6-8 ismétlést, attól függ, hogy milyen erőben vagyok. Egyszer 6, egyszer 8, most 6 ismétlés jött ki. Azt hiszem ez 120 vagy 100-130 kiló volt, már nem emlékszem. Nem olyan sok amúgy, inkább figyelek arra, hogy ugye pontos kivitelezésre és arra, hogy érezzem az adott izmot. Aztán megyünk. Így van. Egylábas lábtóra fogunk menni. Egyszer kitörést csinálok, egyszer egylábas lábtórót. Lényegében mind a kettő ugyanaz izomcsoportot edzi. Azért jó az egylábas lábtóró még amúgy, hogy mindkét oldalt egyenletesen edzük, a jobb oldalt is és a bal oldalt is. Úgyhogy most én egylábas lábtórót csináltam. Ebből amúgy általában egy ilyen 3-4 szériát csinálok. 3-4-szer 12-16 ismétlésben. Aztán megyünk tovább a combfeszítőre, amit vádlival kombináltam, tehát combfeszítő kombinálva vádlival. Na most én combfeszítőnél és vádlival, mivel a combfeszítő egy izolációs gyakorlat, nem mindig csinálom, nem fő gyakorlat, de a lényeg, hogy rádurantok még, kivégzem a comb előső részét, a guggolás és a lábtolás után, és ebből 3 kör lesz. Combfeszítőből egy ilyen 3x16-20, a vádlival pedig egy ilyen 3x20-25. Tehát igazából egymás után csinálok 3 kört. Így van, utolsó gyakorlatunk pedig combhajlító lesz, tehát igazából egy kicsikét azért átmozgatjuk a comb hátulsó részét is, és ezt fogjuk kombinálni merevlábas felhúzással, ami szintén a comb hátulsó részére jó, illetve a fenékre. Tehát feneket edzem, illetve a comb hátulsó részt, úgyhogy ezt szintén kombinálom, ez szintén 3 kör, 3x16-20, merevlábas felhúzásban pedig 3x10-12 ismétlést csinálok, úgyhogy igazából ennyivel ennyi az edzésem, illetve sokszor van az ugye, hogy kétszer edzek egy héten lábat. Na most, amikor kétszer edzek egy héten lábat, nyilvánvalóan a másik edzésem a B edzés lesz, ahol főként a fenékre, illetve a comb hátulsó részt fogok edzeni, illetve többet csinálok vádlira, és nagyon-nagyon keveset csinálok comb előső részre, de erre nem mindig van úgymond időm, úgyhogy néha csak heti egy lábedzésem van, és akkor viszont egyszer az A-t, egyszer pedig a B edzés tervet csinálom. Úgyhogy a vége pedig nyilvánvalóan a nyújtás, ami nagyon fontos. Brad Castleberry is elmondta, a kamu testépítő, mint tudjátok. Na mindegy, a nyújtás nagyon fontos az izomnak a regenerációjához, és hát gyorsabban való felépüléséhez, és hogy ne legyenek kötöttek az izmaink, ne legyen az, hogy beállsz, mint a picsa, hanem nyilván azt kéne, hogy minél flexibilisebb, minél rugalmasabb legyen az adott izom, így kevesebb lesz az esély arra, hogy lesérülsz, és hogy elszakad az izom. Úgyhogy mindenképpen nyújtsatok edzés után, 5-10 perc az elég lesz. Ennyivel ennyi.
Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, nyomjatok a videóra egy lájkot, osszátok meg, és írjátok a kommentben, hogy mit gondoltok, milyen volt az edzésem, tetszett-e, ti mit csináltok lábra, mi a fő gyakorlatotok, mi a top gyakorlatotok, mondjuk a top 3 mit csináltok, vagy mit utáltok csinálni, de mégis csináljátok, ezeket mind írjátok le, és ahogy tudok, majd reagálok rá, és majd átbeszéljük. Köszönöm szépen a figyelmet, nyomjatok a videóra egy lájkot, iratkozzatok fel, Tari Ádám voltam, peace!